Ezek a nyírbátori Unilever gyár képei. Hamarosan a cég tovább terjeszkedik és külön egység épül, amely aeroszolos dezodorokat gyárt, majd jelentették be a beruházás sajtótájékoztatóján a külgazdasági és külügyminisztériumban. Szijjártó Péter köszöntőjében a gazdasági semlegesség fontosságát emelte ki. Alapvető fontosságú az, hogy meg tudjuk teremteni a gazdasági semlegességét az országnak, ami azt jelenti, hogy továbbra sem vagyunk hajlandóak ideológiai alapon válogatni gazdasági partnerek és beruházók között. Nekünk egy dolog számít az ide érkező beruházások kapcsán, a beruházó és maga a beruházás tartsa tiszteletben a magyarországi szabályokat. És mindaddig, amíg ez rendben van, mi örömmel látunk mindenkit. Ennek a gazdasági semlegességnek köszönhető az, hogy Magyarország továbbra is az export terén kiválóan teljesít. Ugye 95-ek vagyunk lakosságszám szerint a világon, de a 33. legnagyobb export teljesítményt tudjuk nyújtani, és ez nem főre kivetítve, meg ilyen-olyan mesterséges statisztikával van előállítva, hanem ez az export volument illeti, abszolút értékben a 33-ak vagyunk, 62 helyen előbb, mint a lakosság számunk. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője mondandójában az eddig elvégzett kemény munka eredményeként értékelte az újabb beruházás lehetőségét és annak elkövetkezendő pozitív hatásait. Ez a továbbfejlődés lehetőségét jelenti a térségünk számára, Nyírbátor számára, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az ország számára is, hiszen a 30 milliárd forintból egy új aerozol gyár épül, amely kedvenc termékeket fog gyártani, és a Made in Hungary jelzéssel a világ szinte minden országába el fog jutni ez a termék. Ez munkahelyeket jelent, közel 100 munkahelyet, megélhetést, és hát a térségben pedig adókat, iparűzési adókat is jelent. A sajtótájékoztatón részt vett Máté Antal, Nyírbátor polgármestere is, aki arról beszélt, milyen feladatok elé állítja a város önkormányzatát egy ilyen volumenű beruházás. A feladat az alapvetően két részre osztható, egy részét már elvégeztük, annak eredményeképpen vagyunk itt, tehát azért ez egy nagyon hosszú, több hónapos előkészítő munka eredménye. Nagyon sok mindent végig kellett gondolnunk, hogy fog tudni megvalósulni egy ilyen beruházás Nyírbátorban, hogy tud úgy megvalósulni, hogy az biztonságos legyen, hogy az ott élő emberek számára a legkevésbé legyen terhelő. Ez az egyik legfontosabb része, itt olyan termékeket gyártanak, ami nagy mennyiségben kerül be az alapanyag a gyárba, és kerül ki a termék a gyárból. A második része a feladatnak, ami ezután következik, itt pedig alapvetően azt kell megnézni a városnak, hogy a környező infrastruktúrát, a különböző környezetet hogyan tudjuk úgy igazítani, egyfelől, hogy a gyár működőképes legyen, másfelől pedig szintén arra kell figyelemmel lennünk, hogy egy ilyen gazdasági növekedés, egy ilyen beruházás, majd annak működése az a lehető legkisebb környezeti hatásokkal járjon, és a nyírbátori emberek, ha lehet így fogalmazni, szinte semmit ne vegyenek ebből észre. És hogyha ezt mind meg tudjuk csinálni, akkor onnantól kezdve már csak annak örülhetünk, hogy minél több ember dolgozik egy ilyen üzemben. A magyar kormány a beruházást 3,9 milliárd forinttal támogatja. A sajtótájékoztatón kiemelték az Unilever társadalmi felelősségvállalását is az országban, miszerint a cég több ezer flakon fertőtlenítő és tisztítószert adományozott az elmúlt évek olyan veszélyhelyzeteiben, mint a COVID vagy a Dunai járvíz.